Gyakran kapok ismerősöktől, kollégáktól kedvenc recepteket, amit aztán én is kipróbálok, és az engedélyükkel továbbosztok. Az egyik ilyen nagy kedvencem most az orosz krémtorta. Ez a sütemény egy ünnepi, lágy, krémes desszert, aminek a tésztája egy egyszerű hattojásos piskóta. A krémbe pedig aszalt gyümölcsöt szoktak tenni, nekem a kedvencem az aszalt szilva, úgyhogy most 15 dekagramit felkockázok és beáztatok elsőként 2 kanál rumba. A hattojásos piskótához 6 darab tojássárgáját fehéredésig keverek 6 kanál cukorral. Ez legalább 4-5 percet is igénybe fog majd venni. Hat tojásfehérjéből készítek nagyon kemény habot, úgyhogy hozzáadok egy csipet sót. A tojásfehérjét hozzáadom a tojássárgájához, és óvatosan beleforgatom. Végezetül hozzászitálok 6 kanál lisztet, és ezt is beleforgatom a habos masszába. Sírpapírral kibéleltem egy 22 cm átmérőjű tortaformát, nem kell kivajazni az oldalát, ebbe beleöntöm a piskótamasszát, és 180 fokra előmelegített sütőben fogom megsütni körülbelül 25 perc alatt. Én a tészta szélét kiszoktam húzni teljesen a peremig, így megakadályozva az, hogy egy kicsit domború legyen a piskótának a teteje sülés közben. Amíg sül a piskóta tészta, addig a tűzhely mellett elkezdem a krém készítését. 3 tojássárgáját, egy csomag vaníliás cukrot, egy evőkanál étkezési keményítőt, 8 dekagram cukrot, körülbelül egy 1/2 deciliter tejjel csomómentesre keverek. Hozzáöntök a masszához 3 deciliter tejet, és gyakori kevergetés mellett sűrűre főzöm. Besűrűsödött a krém, gyorsan lehúzom a tűzről, nem szabad főzni. 30 ml hideg vízhez hozzáadok 1 evőkanál zselatint. Jó. Elkeverem, és közepes hőfokon felmelegítem. Elolvadtak a zselatin szemecskék, most ezt belecsorgatom a tojásos masszába. Elkeverem, és végezetül hozzáöntök 30 ml főzőrumot. Az elkészült piskótát óvatosan kiveszem a formából, és hagyom tortarácson hűlni. Három és fél deciliter hideg habtejszínből készítek most kemény habot, és ezt fogom majd beleforgatni a sárga krémbe. A tejszín habhoz hozzácsorgatom a sárga krémet, ami már teljesen kihűlt, és szép nagy mozdulatokkal elkeverem. A kihűlt piskótát 3 részre osztom, ez azt jelenti, hogy óvatosan először kb. Az 1/3 részénél elvágom. A maradék piskóta tésztát ketté osztom, és elkészült a 3 lap. Elkezdem tölteni a tortát, a krém 1/3-ával kenem meg az első tortalapot.
Megszórom a rumban áztatott aszalcéva felével, és jöhet majd a második lap. Nekem még mindig maradt egy kis krémem, úgyhogy ezt habzsákba töltöm, aminek csillag formájú a vége, és ezzel is díszítem majd a torta tetejét. Az orosz krémtortához nagyon illik a kandírozott gyümölcs, vagy narancs, vagy citrom. Én nekem most citromom van, úgyhogy ezzel díszítem a tetejét. Elkészültem ebben a gyönyörű tortával, legalábbis nekem nagyon tetszik. Most legalább 2 órára hűtőbe rakom, mielőtt még felszeletelem.